Egyből egy különleges embert szeretnék nektek bemutatni, aki kb. A nulláról építette fel a gyerekkori álmát. Ez semmilyen bullshit szöveg nélkül tudom nektek mondani. Ez a kőkemény valóság, aminek ilyen hangja van. Üdvözlöm titeket itt a Ráberágy YouTube csatornáján. Szeretnénk nektek bemutatni Szökit, akivel már nagyon régóta ismerjük egymást, szerintem már általános iskola óta, és hát a Facebookon konkrétan végig követtem ezt az autónak a megújulását, úgyhogy azért is hívtunk ebbe az epizódba el téged, hiszen nem mindenki mondhatja el magáról, hogy van egy ilyen gyönyörű gépe. Nyilván egy hülye kérdéssel szeretnék kezdeni itt az elején egyből, hogy honnan jött ez az egész, és hogy miért pont egy 67-es fastbacket választottál így? Tálom, ami igazából valóra vált itt. Én 8 évesen találkoztam a Midtown Madness nevű számítógépes játékkal az első részével, egy házibuli alkalmával, és ott láttam meg igazából ezt az autót, és amúgy tetszett, de így különösebben nem érintett még úgy meg. Megszereztem ezt a játékot magamnak. Annyira megfogott, hogy eldöntöttem, hogy nekem basszus, egyszer kell egy ilyen autó. Ilyet még nem is láttam itthon, tök szuper lenne, hogyha lenne. Például hogyan kezdődött maga a megszerzés, az építés, ez a folyamat? Az volt a terv, hogy kimegyek Amerikából, összeszedek annyi pénzt, hogy kileszek egy pár hetet, ezzel ott kint találok egy autót, eljövök fel a keleti partig, ott lerakom, bérlek egy garást, és majd mikor lesz annyi pénzem, hogy haza tudjam hozni, akkor hazahozom. Ehhez képest szerencsére keresztül húzta fel a számításomat ez az autó, ugyanis ezt itt Dorogon találtam meg. Ez egy alkatrészes autó volt korábban, amit szoktak így behozni, hogy az autót telepakolják csomagokkal. A vámot lehet úgy optimalizálni, hogy ha tele van az autó, akkor csak az autó árát vámolják le, a benne levő cuccokat nem. Ez is egy ilyen autó volt egy szelepről, Floridából, és amit még tudok róla fixen, hogy be volt rajzolva a filccel egy vonal, hogy a Katrina hurikánig eddig ért a sár, túlélte a Katrina hurikánt is. Ezek szerint közel áll hozzád akkor az amerikai autós kultúra, vagy csak kifejezetten a Mustang az, ami... Egyébként én úgy voltam az elején, hogy kifejezetten a Mustang érdekelt, én nagyon erre fókuszáltam, és nagyon is kitanultam, amit csak tudok igazából belőle, nagyon-nagyon sok mindent lehet róluk találni az interneten. Azóta rájöttem, hogy a többi amerikai autó is egyébként olyan érdekes megoldások, olyan műszaki különlegességek vannak benne, annyira más világ volt az itteni európai autókhoz képest, hogy amúgy megszerettem azokat is, és megkedveltem őket. Gyönyörű autók vannak végezzen kívül. Még az érdekel minket, hogy így a maga a restaurálási folyamat hogyan kezdődött. Maga az autó ugye Dorogról származik, onnan hoztam ide Győrbe, saját garázsom se volt, akkor már mondjuk dolgoztam, de béreltem így egy garázs neki, beletolva, és le kellettem így összeszámolni. Akkor azt mondta ott, akitől vettem az autót, hogy kb. 600 000 forintból az egészet ki lehet lakatolni, nem lesz probléma, de már ugye kell sokat, hogyha 10-szerese, örött van egy kicsit. Ez az összeg valójában, az közben belőtt a Covid, közben elszálltak az árak, nagyon sokat hívtam egyébként tényleg az alkatrészek megtalálásával és hazahozatalával, támolásával. Az nagyon jó ezekben az autókban és kifejezetten a Mustangban, hogy szinte az egész autót meg tudod venni ugyan egy-két alkatrészre számítva, mindent meg kellett rendelni, úgyhogy nyilván egy hosszú listát kellett írni erről az egészről, hogy mégis mit kellene, beltér, motortérben, milyen váltó legyen, mert ezt el kellett dönteni. Én az elején még az eredeti autót szerettem volna, aztán ahogy számolgattuk, rájöttem, hogy sokkal jobban járok, hogyha egy kicsit saját magam ízére alakítom úgy az egész autót, tehát nem azokat a kerekeket teszem föl, picit mondjuk hosszabb átételt teszek hátra, hogy normális fordulatszámtartományban működjön a motor. Én automata váltót kaptam hozzá, de hát én manuálisat szerettem volna, amit utána megint alig lehetett beszerezni. Tényleg az emberek az elején, hogyha egy ilyet csinál, el kell döntenie, hogy mit is szeretne, és utána ahhoz ragaszkodni, és végén összejön egy ilyen állam. És mennyire volt előzetes terved arra, hogy hogyan újíts fel ezt az egészet, vagy csak így elkezdted, és akkor szétszedted az egészet, és akkor... Én mindig is pirosat akartam, egy piros tartóval.
Igen, és a végén megoldottam magam. Nagyjából tudtam, hogy mit szeretnék elérni, tehát az biztos volt, hogy banalásfájtot szeretnék, fakormányt szeretnék. Ezt én minden lefekvéskor úgy aludtam el, hogy vizualizáltam a szemem előtt, hogy én egyszer egy fakormányos, banalásfájtos Mustangom lesz. És ez össze is jött. Végül, amit még szerettem volna, a különböző apróságok, alakítások, az itt az OT miatt nehéz, vagy nem lehet megvalósítani. Tehát sajnos itt például a hátsó futóműből lehet ugye komplett több lengőkaros hátsó futóművet is ezekhez venni, viszonylag jó áron, de nem lehet megcsinálni sajnos a magyar OT vizsgálat. Az átalakítások azok kicsit problémások itt a műszaki iskola szigorúsága, és ide a MAAC szigorúsága. Igen, egyébként érdekes, mert egyre több ilyen különlegesebb történetet lehet valami az OT a Magyar Autóklubról, hogy mennyire volt nehéz átrugbosni ezt az autót, úgy volt lehetően az OT vizsgán. Hát ha azt mondom, hogy az adattábla akkor még hiányzott az autóról, mert nem ért meg időben, és ezt egy külön hibapontként jegyezték, hogy azért nem akarták átengedni az autót, akkor talán nem árulok el vele sokat. Szerencsére egyébként, tehát ha megnézitek, nagyon sok minden, majdnem az egész autó eredeti állapotban van, apró módosítások vannak, az pedig úgy van, hogy a Corby Tuning kategóriában szerencsére belepér, de például ilyen volt, hogy ezt az Edelbrock karburátort, ami most jelenleg a kocsim van, azt akkoriban gyártották már, és ez kifejezetten nem tetszett a vizsga, biztosan, hogy ebből legközelebb eredeti autolite karburátor legyen a kocsin, ne ez. Tehát igen, ezzel sajnos nem lehet mit venni, de nyilván itt az erőforrások is, tehát nehéz egyes alapvetészeket beszerezni, lehet, hogy az előtti parvállapetlen is lehetne már hozzászerelni. Kicsit visszatérve a színre, mondtad, hogy piros volt az állam. Hogy lepted? Nagyon sokféle gyári színe volt egyébként a Mustangnak. Piros volt az állam, én még azt láttam a Szédünk Száguldás című német filmben. Piros autó, két fehér csíkkal. Aztán nézegettem a gyári színeket, ugye, ahogy utána jártam mégis az autónak, hogy mit és hogyan lehet csinálni. Több fórumban beléptem, utána olvastam, könyveket vásároltam. Láttam, hogy milyen eredeti színek voltak. És a Night Miss Blue tetszett meg, ami egy türkis kékes szín. Ennek az egyik árnyalatát sikerült igazából kikeverni egy picit több gyöngyházzal fűszerezve, ami szerintem parádét tett az összképet tekintve. Nagyon sokszor nem lehet eldönteni, ugye, hogy az autó felvételeken ez mennyire jön majd át, fekete vagy kék vagy zöld. Tényleg a naptól függ, hogy éppen milyen helyzeten áll. Nem váltam meg egyébként egy eldöntét, hogy végül nem fűröttet, de abba se lenne. Zseniális ez a szint tényleg egyébként, hogy egy webvállalkozó tényleg valóban. Így az internet népen mennyire volt a segítségedre az átalakításokra, hogy az interneten felelhető bármilyen tervrajzok, vagy tapasztalatok, fórumok, stb. Mennyire tudta segíteni, hogy felmincelsz nincs erre. Én már egy ilyen csoportba beléptem, egy ilyen Mustang Tourator csoportba, amiért az egész autónak nekiálltam. Volt bár 30 ezer tag, és csak és kizárólag 64-től 73-ig ezeket a klasszikus Mustangot, tehát az úgynevezett első generációs Mustangba szerelte mindenki, aki benne volt ebben a csoportban, vagy ebben segítkezett, tett fel a kérdést. És őszintén megmondom, nagyon sokszor ez is segített át, ugyanis voltak olyan nehézségek, amikor elgondoltam, hogy basszus, hát ezt hogy fogom megcsinálni, nehéz, bonyolult, hát ez mégis csak hatalmas munka. És mindig eszembe jutott, hogy a fórumban, hogyha beírtam, mindig volt segítő ember, azonnal válaszoltak, nyilván az időeltolódásnak megfelelően, de gyakorlatilag mindig az jött vissza, hogy álljak neki, mi baj lehet, nem kell ettől félni, ha... És én is mindig ezen nyugtattam magam, hogy mindig mondják, hogy miért tud a népség, hogy ők meg tudják csinálni, akkor én miért nem tudok megcsinálni. Úgyhogy ez itt valamennyire előre is vitt, illetve a pólón is nagyon-nagyon sokat segített. Nagyon mindent az utolsó csavarig, ha nem tudtam, hogy valami hogyan van, akkor le tudtam fényképezni, felszöltöttem, egyből írták, hogy ez milyen alkatrész, hova kerül, hogy kell felújítani, miért vegyek belőle akár. Nem érdemes a gyárit megtartani, mert az hibás, érdemesebb egy jobbat keresni akár. Ilyen a gyújtásoszlop is egyébként, például a kocsin az egy 71-esnek megfelelő gyújtásoszlop, hogy a trafó bele van integrálva. Mondták, hogy lehet a gyárival játszani, a gyári ragadtapót a motorra szokták szerelni, de a nagy rezgések miatt az jóval hamarabb tönkre szokott menni. Ezek az integrált trafós gyújtású elektronikák pedig sokkal időszakobbak és sokkal jobbak. Milyen együtt élni 2023-ban egy ilyen 60-as évekbeli autóval? Dinamikus, ahogy mondjam, illetve gépészkedős. Lehet, hogy azért, mert én szerettem volna mindenképpen a manuális váltót, én szerettem a sportosabb futóművet, és berdikít hátra hosszú áttételeket, de összességében azt mondom, hogy akkor is ezért figyelni kell. Előtt átcsapék van, tehát a megállással nincs probléma, hátul dobfékesek ezek,
összességében nem is nehéz autó ez, tehát nagyon sokan azt mondják, hogy jó, Amerika, Jaungó, King, Honnak, mit tudom én, ez 1360 kilót. Tehát összességében azt mondom, hogy egy ekkora motorral ez nagyon kellemes társaságot ad. Nyilván hajós, tehát nem lehet szerűzni belőle, kicsit úszkálós, nem olyan, mint mondjuk egy 90-es vagy 2000-es évekbeli autó, hogyha ott teszed a kanyarba maradva. Számolni kell, hogy balonos a gumi, hajózik a hátulja, a motorerő az nagy, a féknál az hosszú, de nyilván ennek megfelelően, tehát a korabeli amerikai fékek azért nem a technológia csúcsát jelentette. Vannak vicces dolgok, például szerintem a legjobb példa erre a tankolás, hogy itt van a tankolás, tehát itt tudod betölteni, hogy ezt a kupakot lecsavarod, és ez egy elalakult csőbe megy le utána gyakorlatilag a csomagtartó aljába. És egy mai kút nyilván iszonyat mennyiségű üzemanyagot tud áttölteni magát, úgyhogy ha odaülsz, vagy ide jössz, és teljes erőben le kell nyomni, akkor minden az összes kijön, amit megpróbálnál a tankba betölteni. Nagyon lassan és óvatosan kell megtankolni például. Tehát ez egy ilyen kis vicceség, vagy kis érdekesség. De összességében élni vele szerintem teljesen érhető, hogyha mondjuk klímát is szerettem volna beletenni, mert előbb voltak klímás, akkor teljesen kényelmes, automataváltós, úszkálós autóm is lehetne. Végül én ugye nem ebbe az irányba mentem, az elején nagyon-nagyon nehéz megszokni, az emberek reakciója, amikor egy kisgyerek melletted az úton rád mutat, és nézd anya, az egy Mustang, és látod a örömet a szemében, és ugyanezt az örömet sugározzák felé, tehát nyilván egy teljesen más hatást kell, mint hogy megjelensz egy X5-ös BMW-vel, vagy megjelensz egy Mustanggal. Több ismerősöm is van, akinek van ilyen autója, ők mindig azt mondták, hogy nem szokták bezárni, és ha a cabrio, akkor még a tetszőt is szokták felhajtani, mert ezt az autót mindenki szeret. Egy Mustangot mindenki szeret, de nincsenek egy sztereofóbiák, talán azok Mustangosok ilyen, hogy már, de ez egy teljesen más jellegű autót érhet végül. Fogyasztást mindenki meg szoktak kérdezni, ez az első, hogy mennyit teszik, ha egyszer előveszem, akkor nem sokat. Amúgy meg hát nyilván V8, Amerikából 50 éves motorral, ez ilyen. Itt nem az számít egyébként, itt a hang bőven kárpótol. Mesélj nekem kicsit így a szellőzőről, hogy ez milyen funkciókat tölt be például. Igen, ugye mivel ez a Fastback karosszéria, ezért ez nagyon nehezen itt levegőzik vagy szellőzik ki, és éppen ezért azoknél berakták ezeket a szellőző nyílásokat, amihez be van egy ilyen kis fül, amit ki tudsz nyitni és be tudsz csukni, hogy a hátulülők esetleg kapjanak plusszal együtt, vagy ne. Ez egyébként egy kis apró érdekessége az autónak. Ez sajnos nem olyan változott, de vannak olyanok, ahol a hátsó ülés még le lehetett előre hajtani, illetve a csomagtartót és a hátsó ülést összekötő vagy elválasztó lemezt fel lehetett hajtani, hogyha valaki négyszeket szeretne bepakolni, akkor nyugodtan tudjon. De hát nyilván én nem bírok elképzelni, hogy elmennek bele. Magam az omiban mondjuk egy ilyet vásároljak. Zseniális lenne. És apró. Igaz. És hozzáadott, hogy mai autókban nem látsz olyan, hogy egy hűtőrácsot belülről, így ez tényleg abszolút több levegőt kapja bele. Így van. És itt az oldalsó, azt teljes mértékben kamu, egyébként az csak 10. Is, hogy... Később évvel 68-ban ezzel is tűnik, tehát ott már nincs. Ez az egyik fő különbség, például is külsőre 67 és 68 között. A Shelby-ken volt megcsinálva, de pontosabban az ott sem mindegyiken, hanem ha külön kérte a megrendelő a nagy motorral, akkor esetleg kiforták, és akkor a hátsó dobték, ez oda vezetnek egy csővel levegőt, de ez én sem értem ma ezt. Mesélj nekünk így a beltérnek az érdekességeiről. Igen, egyébként nagyon sok érdekesség van egy mai autóhoz képest. Tehát például az első, ami szerintem szembeütlik mindenkinek, hogy a kormány mögött csak az index kapcsoló van, illetve itt van a vészvillogó, de hogy semmi más, tehát reflektor például nem is itt kell kapcsolni, nem is tudsz ott kapcsolni, nyilván a rádiót sem tudom itt sajnos tekergetni. Ellenben a reflektor kapcsoló az lábbal történik, itt van lábnál. Az elején nagyon fura volt ezt így használni, éppőre, hogyha szembe jöttek ki bekapcsolgatni, és az ember utána rájöjjön, hogy egész kényelmes, főleg, hogyha automata váltóval ugye nem kell annyit mindent csinálni az ember lábával. Az ablak mosó, az gyárilag egy pumpával történne, tehát az még ott a lábam fölött lenne itt egy pumpa. Egy átalakítás megengedtem magamnak, hogy én egy elektromos pumpát tettem be, ami ugye spricceli fel a vizet, viszont az ablaktörlő kapcsolót ugyanúgy átnyomva a kormányon tudom a Viper felirató kapcsolóval
kapcsolni, ami néha kis itt, hogyha az ember nincs ahhoz, akkor vicces helyzeteket is tud adni, tehát hogy egy kanyar közben hirtelen be akarom kapcsolni az ablaktörlőt, és mondjuk elfelejtem, hogy a kormány az éppen nem egyenesen áll, akkor tud izgalmas helyzeteket okozni. A műszerfal egyébként ez egy teljesen alap műszerfal, egy teljesen alap beltér, ezekből volt a Deluxe kivitel, ami annyiban volt másabb, hogy egy szárcsiszolt alumínium volt az ajtókon, illetve a műszerfalon is körbe, ami még extra szokott lenni, de ezekben az autóban nem az, tehát itt ebben nem rendelték annó meg, hogy órát esetleg ide a műszerfal közepére tenni, illetve nagyon nagy extra a fordulatszámérő, az nagyon-nagyon ritka ezeknél az autóknál. Úgyhogy összességében ilyen egyszerű a beltér, a fűtés, mindent azt itt lehetne állítani, hogyha lenne klíma benne még pluszban, akkor egy plusz kapcsolóval azt ott tudnám kapcsolni. Illetve ami nagyon jó érzés egy mai autóhoz képest, hogy a lámpakapcsoló az fémből van, és egy teljesen masszív, sokkal robosztusabb érzést ad, és most el tudom mondani, hogy na igen, a lámpa mivel van kapcsolva. Illetve ami nagy érdekessége, de szerintem ilyen fényben sajnos nem fog látszódni, hogy a műszerfali virágítást azt ugyanazzal az egy kapcsolóval tudom állítani, hogyha azt szekergetem, amivel a lámpát gyakorlatilag kapcsolom. Amire egyébként nagyon büszkék vagyunk, hogy sikerült megmenteni az eredeti rádiót, és sikerült működésre bírni, mégpedig úgy, hogy elvittük egy rádiós mesterhez, aki ilyenekkel foglalkozik már 30 éve, és végül nem fogadott el pénzt, mert azt mondta, hogy egy élmény volt neki egy ilyen robosztus és jó szerkezetet látni, egy kondenzátort kellett benne kicserélnie, és hibátlanul működik, és egyszerűen mindent egyébként. Amit észrevettem még, nem tudom, hogy jól látom-e, ez egy fék visszajelző lámpa? Így van, igen, ugye ebben már kétkörös fékrendszer van, és akkoriban már belerakták ezt a nyomás visszajelzést, ami indítózáskor, de csak indítózáskor, tehát hogyha rádom a gyújtást sem, de indítózáskor már világít, hogyha menet közben felvillan, ugye akkor elment a fény nyomás, akkor ugye arra figyelni kell pontosan. Szuper. Check NG helyett így csak egy lámpa. Szuper. De igen komoly, hogy ezekben a régi időkben még milyen dolgokra gondoltak, hogy Másabb, tehát ugye a fémből vannak az ablaktörlők, fémből van a kilincs, amit az ember megfog, olyan masszívság érzetet ad. Erről van is egyébként egy YouTube videó, hogy az új elektromos Mustang és egy régi összehasonlítása is teljes mértékben más élményt ad, sokkal robosztusabb, sokkal jobb érzet, minőségérzetet ad az embernek, holott lehet, hogy nem is kerül többe egy ilyen alkatrész egyáltalán a legyártása. És ami szerintem a beltérhez már nem feltétlen tartozik, de mégis ide tartozik, az az Index visszajelző. Így van, ott találjuk őket. A motorháztetőn van, pontosan nagyon érdekes módon, és hogyha bekapcsolom az elakadás jelzőt, ez ott mi folyamatosan jelzi. Az elején nagyon fura volt egyébként, és nem értettem, hogy ennek mi értelme van már, mint hogy nyilván tök merő, de hogy kinézi ott. A gyakorlatban viszont azt mondom, hogy ez szinte napi szinten használható, és azóta a műszerfalon nem is szoktam nézni külön a visszajelzőt, hanem csak a motorháztetőt. Az a vicc, hogyha más autóval is megyek, már megszoktam azt, hogy ott is a motorháztető figyelem, és hirtelen láttam, hogy nem villogott semmi. Így van, nekem van egy ugyanilyen problémám amerikai vs. európai autók körében, hogy ugye nekem is automata váltós autóm van, ugyanez nem az, és a kormányom van az automata váltó. És nagyon furcsa, sokszor jártam úgy, hogy beültem egy másik autóba, egy európaiba, és így az ablaktörlőparti reflexből majdnem letörtem. Jó, amerikai autósan, ugye nem bentről az utastérből, hanem az autó elejéről nyitom fel a motorháztetőt, ugyanis ki az, aki ellopná, vagy bármit is csinálna, amíg mondjuk nem vagyok az autó mellett. Ugye az OT-vizsga miatt teljesen eredetinek kellett megcsinálni, amit csak tudtam, úgyhogy ebbe egy 4.7-es V8-as dübörög, gyárinak megfelelő lóerővel. Hogyha tehetném, akkor egyébként egy nagyobb motort tennék bele, egy 5.8-asat, tehát ezek a 351-es Windsorok, nagyon szuper motorok még, és nagyon könnyű őket, de mindenféle tuningolni. Tehát amit ezekről tudni lehet, ez a small, hagyományos small block, ami annyit tesz, hogy egyforma furattal, különböző lökettel épültek ezek a motorok, tehát gyakorlatilag külsőre majdnem mindegyik egyforma, és hihetetlen, de egyébként nagyon-nagyon sokféle motor befér ezek az autókba. Nyilván itt sok hely egyébként mellettük, tehát a torony az nagyon sok helyet elfoglal, de van erre mindenféle különböző egyszerű megvehető megoldás, hogy hogyan lehet a különböző motorokat berakni, mindenféle kittel együtt, tehát olyan csavarok, olyan felfogatások, hogy egy-egyben az ember azt megrendeli és bepasszol, mint hogyha legózna. A motor az nagyon könnyen tuningolható, nagyon egyszerű trükkökkel egyébként. A lényeg az, hogy minél magasabban legyen a karburátor, annál több ideje van gyakorlatilag üzemanyagot elporlasztani, és annál erősebb már alapból a motor, annál jobb hatásokkal
üzemel nagyon egyszerűen. Benne szoktak például olyanokkal is trükközni, hogy a karburátor rá tesznek egy fa vagy alumínium darabot. Azért célszerű nem alumíniumot tenni, mert a hőt átvezeti, és a karburátorból hamarabb kipárolog a benzin, ezért melegen, nehezen indul az autó. Hogyha fából van, vagy esetleg más hasonló anyagból, akkor jobban visszaveri a hőt, és hűvösebben tartja a karburátort. A hő egyébként ezeknél az autóknál az, ami nagy probléma, mert ugye nagy motor van viszonylag, de kicsi karosszériánban. Maga egyébként, amit itt láttok, az teljesen gyári, tehát a gyári helyen vannak a matricák, minden, hogy ha OT-vizsga miatt ugye nyilván ne legyen ebből probléma. Meg hát azt nézzük, hogy azért itt olyan a motortér, amiből enni lehet meg. A blokknak a festése, az gyári? Igen, háromféle kék van egyébként a Fordék, hát is attól függ, hogy melyik gyár, melyik hívelet, illetve éppen melyiket sikerült kikeverni ezek közül, vagy ezek keverékei közül. Van ez a hagyományos Fordkék, egyébként ez a világosabb szín, és a ritkább San Jose gyárban készült a sötét kék festék egyébként, így van. Tehát a Fordoknál általában kék volt ugye a motor. Hát, hogyha már megnéztük a motort, akkor guruljunk bele egyet. Éves álom, 10 év pénze, 5 év munkája állt benne, idősen ezt letolódott ez az egész. Köszönjük szépen, hogy elvállaltad és eljöttél ide. Én köszönöm a lehetőséget. És be tudtuk mutatni az autódat. Ez egy mindenképpen egy gyöngyszem szerintem így Győrben és környékén. Köszönjük szépen. Köszönöm.